Drizzel Péterrel beszélgetünk a Mezőkövesdi KC következő szezonjáról. Peti, a csapatnak a nagy százaléka kicserélődött, gyakorlatilag az egész keret megváltozik a NB1-hez képest. Ugye jövő évben másodosztályban szerepel a csapat. Mit gondolsz a jelenleg meglévő keretről, az esetleges maradókról, mi a véleményed a játékos állományról? Ugye a tavalyi NB1-es felnőtt keretből Kovács Bence az egyetlen, aki marad. Ő már bizonyította tavaly, amikor, illetve tavaly előtt is, amikor kettős játékengedély ellenbejövőben játszott, hogy ebben az osztályban egy meghatározó játékos. Kulcs szerepet számít neki ebből kifolyólag a következő szezonban, átlövő pozícióban, illetve védekezésben is. Ő az egyetlen maradó a felnőttből, illetve feltöltöttük a keretet a junior csapatunkból, akik az elmúlt két szezonban NB2-ben bronzérmet szereztek. Ők azok tulajdonképpen, akik ismerik egymást, ez egy 5-6 fő, a többieknek teljesen új lesz mind a város, mind a klub, mind pedig ugye sokan egymásra ismerik, úgyhogy itt az első edzésen tulajdonképpen be fogunk mutatkozni egymásnak, hogy ki kicsoda. Nem lesz egyszerű, én nem is nagyon hallottam még ilyenről, hogy egy csapat ennyire szétmenjen kiesés után, hogy egy ember marad. Úgyhogy a fő nehézség a szezonnak az lesz, hogy csapatépítés. Értem. A felkészülés során ugye nyilván lesznek felkészülési mérkőzések, illetve akár edzőtábor. Erről tudunk már valamit, hogy alakul a program? A edzőtáborban nem fogunk menni, ugyanis minden körülmény adott itt helyben is. Van sportcsarnok, amit délután tudunk használni, konditermünk van, futópálya, illetve itt van a zsúrifürdő. A edzőmérkőzések lekötése folyamatban van, 70%-a már biztos. Első hazai edzőmérkőzésünk 17-én lesz a Békés ellen, ezen kívül megyünk még Ózra tornára 26-án. Valamint szeptember 9-én zárjuk a felkészülést Fehérgyarmadon egy dupla edzőmérkőzéssel a helyi NB2-es csapat ellen. Mit gondolsz, hogy ismerve most már a csapatnak a gerincét, mire számítasz a bajnokságban, hogy körülbelül hova pozícionálnád jelen állás szerint a csapatot? Tudom, hogy még nem kezdődött el igazán a felkészülés, de ismerve a játékosokat, mit gondolsz, mire lehet ez elég? Hát a biztos bennmaradásra mindenki. Hát ez a minimális elvárás, amit megfogalmazott a vezetőség, illetve én is a csapat felé, de nagyon jó lenne ott az első hatba végezni egy inkább annak is az elején. Tehát a csapatunk az olyan lesz, hogy bárkit, bárhol meg fog tudni verni. Itt ugye az lesz a kérdés, hogy mikor állunk össze. Illetve a hazai pálya. Tehát ez egy nagyon fontos dolog NB1-ben ebben a szezonban, hogy a hazai pályán minél több pontot szerezzünk. Ha ez megvan, akkor egy szép szezonunk lesz. Értem, köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk neked és az egész csapatnak is a bajnokságban. Köszönjük szépen!